Ezek a képek még egy korábbi zord télen készültek. Hogy ne történjenek hasonló balesetek, fontos, hogy mindenki körültekintően vezessen az utakon. Egyebek mellett erre hívták ma fel a figyelmet a katasztrófavédelmi igazgatóságon a tél közelettében. A téli időszak szempontjában a rendőrségi munkát illetően két területet szeretnék most kiemelni. Az egyik ugye a téli közlekedésre való átállás, illetve a kihűlése el veszélyeztetett személyeknek nyilván a kihűlésének megelőzése lenne az. Ugye a közlekedés biztonsággal kapcsolatban nagyon fontos, hogy mivel megváltoztak az út és a látási viszonyok, a sebességünket csökkentjük, és a követési távolságunkat pedig növeljük. Hogyha ezt megtesszük, illetve nyilván az út és a látási viszonyoknak választjuk meg mindig a sebességünket, amivel közlekedünk. És ez ne feltétlenül a megengedett maximum legyen, hanem ahogy az útviszonyok, illetve nyilván a járművünk műszaki berendezése is ezt megengedi. Úgyhogy ezeket a dolgokat meglépjük, én azt gondolom, hogy mindenképpen teszünk abba az irányba lépéseket, hogy ne legyünk közlekedési balesetek áldozatává. Illetve ha mindenképpen ki szeretnék emelni egy dolgot a járművünk műszaki állapotával kapcsolatban, az a gumi abroncsok lennének. Gyakorlatilag ez a 4 tenyérnyi felület az, amivel az autónk érintkezik az útfelülettel. Hiába van akármilyen 10 millió forintos autónk, hogyha annak a gumiának az állapota nem megfelelő, akkor hiába a remek motor, meg a remek fékrendszer, hiszen a gumikon nem tudunk megállni egy vészhelyzetben, akkor az igazából sokat nem ér. A kihűléses témával kapcsolatban kollégáimnak, a közrendvédelmi, illetve a közlekedési járőröknek is, az egyenruhásoknak feladatként van megszabva az, hogy ugye a fedél nélkül élő személyek visszatérő ellenőrzés, illetve minden évben feltérképezzük azokat a helyeket, a városokban, különböző településeken, ahol ezek az emberek, akik nem a szálláshelyeken laknak, hogy hol élnek és nyilván milyen körülmények között. Őket rendszeresen és visszatérően kollégáim tájékoztatják arról, hogy hol van hozzájuk a legközelebb melegedő, és milyen lehetőségeik vannak abban az esetben, hogyha nem akarnak ott azon a helyen maradni. Illetve tovább szeretnék menni, hiszen nem csak ezek az emberek azok, akik veszélyeztetve vannak ugye a kihűléssel kapcsolatban. Nagyon fontos odafigyelnünk még az idős, illetve a rosszabb anyagi körülmények között élő emberekre is, akik otthonukban is esetleg ki tudnak hűlni. Ezekkel kapcsolatban a körzeti megbízottaknak vannak nálunk feladatai, hiszen az ő személyi ismeretüket kihasználva tudják, illetve tudniuk kell, hogy melyek azok a személyek, akik a saját településükön vagy városrészükben veszélyeztetve vannak ilyen szempontban. De azt gondolom, hogy ez össztársadalmi feladat, hiszen mindannyiunknak oda kell figyelni a másikra, és itt nem is kell nagy dolgokra gondolni, hiszen hogyha van egy ismerősünk, és tudjuk, hogy idős, bácsi, néni egyedül él, és mondjuk 2 napja nem láttuk, hogy a hideg van, nagyon hideg van, és nem láttuk, hogy a házából, hogy a kéményből füst jön neki, akkor azt gondolom, hogy már elkezdhetünk gyanakodni, és átkapogtatunk, hogy minden rendben van-e vele. Nyilván, hogyha nem jelentkezik, akkor pedig értesítsenek minket, vagy a társszerveinket, és nyilván mi intézkedni fogunk, és azt gondolom, hogy ezzel életeket menthetünk. Ezen kívül érdemes már most felszerelni a téli gumiabroncsokat is, és pokrócokat bekészíteni az autókba. Ugyanis a hideg idő beköszöntével rendszerint évről évre fagyási sérülésekhez és kihűléses esetekhez is riasztják a mentőket, akik felhívják a figyelmet, nem csak az utcán élők vannak veszélyben télen. Idéntől egy cselekvési terv is segíti a szerveket. A közlekedési balesetek száma a megváltozott út és látási viszonyokból adódóan, ami jelentősen megnöveli a feladatszámunkat. Szóval itt a tájékoztatón egy új rendszerről, ami az idei évtől lesz talán bevezetve, ennek mi a lényege? Majd is kifejezetten a kiüléses eseteket említette. Ez már konkrétan életben lév, ez a cselekvési terv. Ez egy jelentő rendszer, ami felhívja a figyelmet a kiülés kapcsán egészségkárosodott betegeknek a további sorsára, hogy ne kerüljenek úgymond a szociális ellátórendszer látóköréből, vagy éppen pontosan bekerüljenek, amikor éppen szüksége van rá. Tehát egy figyelemfelhívó, figyelmeztető és felkaroló rendszer, amiben a mentőszolgálat komoly szerepet fog betölteni, ugyanúgy, mint ahogy minden más alapellátórendszer. Minden rendszerben a mentőszolgálaton kívül még kik vannak benne? Mindenki, aki alapellátást végez, tehát a házi orvosok, illetve az alapellátást nyújtó kórházi intézmények, és a jelentési kötelezettség ez rájuk is vonatkozik. A háztartásokat is fel kell készíteni a térre, hiszen otthon is megtörténhet a baj.
Az esetleges tűz és mérgezéses esetekre felkészült a katasztrófavédelem is. A tél az egy nagyon szép évszak, ugyanakkor megvannak a veszélyei, amivel a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem rendszeresen visszatérően találkozik. Az egyik ilyen terület a közlekedés kérdésköre, hiszen tűzoltókat rendszeresen riasztják közlekedési balesetekhez, ahol szükség van a mentésre, a sérültek kimentésére, vagy akár a forgalmi akadály megszüntetésére. Másik ilyen terület pedig alapvetően a fűtéssel kapcsolatos, illetve a fűtési rendszerekből adódó tűzesetek, kéménytüzek eseményei, ahol szintén fontos feladata van a katasztrófajának, elsősorban a tűzoltóság erőinek, a tűzoltásban, mint pedig az életmentésben, igaz ez a szénmonoxid mérgezésekre is. Ezeknek az eseteknek a száma visszatekintve az elmúlt két évre mondjuk csökkent, stagnál, nő, hogy állunk? Hát nagyjából stagnál, tehát lehet azt mondani, hogy függ attól például akár a kéménytüzek, akár a szénmonoxid mérgezéseknek a száma, hogy milyen az adott tél, milyen hosszú a fűtési szezon, mennyire van hideg, hiszen akkor az emberek másképp fűtenek, vagy többet fűtenek, vagy hosszabb ideig fűtenek. Ezt nehéz elkerülni, illetve igaz ez egy kicsit a közlekedési balesetek vonatkozásában is, így hogyha egy enyhébb tél van kevesebb csúszós nappal, akkor sokkal kevesebb közlekedési baleset történik. A szénmonoxid mérgezés veszélyeire, illetve a megelőzésre figyelmeztet a Kémény ZRT, az ellenőrzések fontosságát hangsúlyozzák, hiszen ha ezt a tulajdonosok nem teszik meg minden évben, könnyen kialakulhat a baj. Fontos, hogy figyeljünk oda a tüzelőberendezéseinkre, legyenek karbantartva, kéményeink legyenek karbantartva, és nagyon fontos az, hogy megfelelő fűtőanyaggal fűtsünk. Tehát szárazfával, nem háztartási hulladékkal, mert abból csak probléma lesz. A gázkészülékeink is legyenek jó állapotban, a gázkéményeink is legyenek jó állapotban, és ezen felül a saját magunk biztonság érdekében a nyitott égésterű gázkészülékeknél mindenképpen alkalmazunk szénmonoxid érzékelőt. Az érzékelőt ezt hogyan kell fölhelyezni, mi ennek a megfelelő módja, illetve milyen készüléket érdemes megvásárolni? Jóval hagyott, tehát CE minősítésre rendelkező készüléket szabad csak megvásárolni. Általában a kazántól másfél méterre, nem távolabb, és lehetőleg fejmagasságban, mert a szénmonoxid kitölti az egész teret. Tehát nem lent van, mint az egyéb gázoknál. És nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda a szabatosságára, tehát a működő képességnek az idejére. Mert az lejár, akkor onnantól kezdve nem fogja jelezni a problémát. Szénmonoxiddal kapcsolatban mik az ilyen általános tévhitek, amiket érdemes megcáfolni ilyenkor időről időre? A legalapvetőbb az, hogy mindenki keresi, hogy hol van. Nem lehet látni, szintelen, szaktalan, tehát azért is hívjuk alattomos gyilkosnak. Mint jeleztem az előbb, is teljesen kitölti a teret. Tehát hallottunk már olyan esetről, hogy vették észre, hogy probléma van, hogy eldőlt a macska. Tehát egyszerűen földölt a macska, mert előbb megérezte a problémát. Ilyenkor gyorsan szellőztetni kell, ki kell menni a friss levegőre. Az a lényeg, hogy minél jobban higuljon a szénmonoxid. Tehát, hogyha a nagyon erős a koncentráció, exponenciálisan fog bekövetkezni a probléma, tehát akár ágyulás és haláleset jelenítve. A nyitott égésterű készülékeknél pedig fontos a szénmonoxid érzékelők beszerelése, melyet a kazántól maximum 2 méteres távolságban, fejmagasságban javasolt elhelyezni. A katasztrófavédelem és a Kémény ZRT honlapjáról letölthető a hitelesített szénmonoxid érzékelők listája.